kicsi a várom, mert ez úgy át van építve, uniós pénzekből, és mi még nem jártunk. Most mi óta úgy. Elég vagányul néz ki. Ez még itt két bérház sor ilyen egy salagba. Közelről, hogy mielőtt elindulnánk, oda fel majd jobban fognak érteni, de azonban itt a legpraktikusabb, hogyha elmondom önöknek a tárlatvezetésnek menetét. Annyit kérnék önökről majd így, hogy együtt még 24 évcsőt másszunk meg, ha már ezt a 49-et megtettük. Nem fogyott el, ne aggódjanak, az északnyugati toronyba szeretnének fölvenni, akkor még 75-öt meg kellene mászni. Ameddig az időjárás megengedi, ezt mindenképpen javasolnám önöknek is. Fegyverforgató gazdag nemességnek legmodernebb, abban a korban legnehezebb és legdrágább felszerelése. Úgy szoktam fogalmazni, a csúcskategória velem szemben itt a reneszánsz has, rápillantanak a vendégek. Nos hát, megfogalmazott a bennük a kérdés, hogy mennyibe került egy ilyen pár célat. Olvasgathatok olyan állításokat, hogy ez mindössze 2-3 hónap volt egy éves adója. Azt szoktam mondani, hogy a megfelelő hatást ébreszti bennünk ez az állítás, viszont bajban vagyunk, hogyha szeretnénk ezt a mostani értékekre átváltani. Tehát ismerjük, hogy Lajos királyunk bevezeti 1351-től törvényérvében az egyházi és a világi hatalomnak járó adókat, tehát a 9-et és a 10-et, azonban nem találunk mai hasonlókhez. Folytassuk azzal, hogy az átlag falu méretét 650 esztendő elteltével kicsit nehéz volna meg. A néhány ezer fős országos hadtestnek belső 20%-a engedheti ezt meg magának, 15 esztendőnyi felkészülés után vendégek. Edzéssel, megfelelő táplálkozással lehet az izomzatot folyamatosan építeni, valamint a vadászatokkal az ügyességet és állóképességet fejleszteni. Amint eltelik így 15 esztendő, emberük már készen áll arra edzettségben, hogy megbírkózzon ennek a páncélnak 30 kg-os súlyával, aggódni most sem kell, hiszen egy sok száz kilós hidegrélű csatamérkonya cipelni ennek a súlynak a nagy részére. A de vendégek, röviden, tömören, egy karolinkóni szállóigen ezt úgy foglalja össze, aki 12 esztendős koráig nem ült lóra mérnében, az menjen papa. Társadalmat utóra nyíjozták föl, vannak az imádkozók, vannak a dolgozók, és vannak a harcosok. Ja, hogy azt mondom.
bőségtel a javából, úgyhogy tényleg jó étvágya. De jó Isten. Vagy elcsomagoltassuk? És Zsoltáig Now you're out of the top.